Köszöntöm kedves nézőinket! A képviselő infót láthatják. Április hónapban a március havi történésekkel kapcsolatban fogunk beszélgetni állandó vendégünkkel, Pócs János országgyűlési képviselővel. Köszönöm, hogy befáradt hozzá. Üdvözlöm Önt és a kedves nézőket! Köszönöm, hogy Ön is olyan politikus, aki nem fut el a kérdések elől, már csak azért, mert mostanában ez sokszor téma, meg nyilván az országos politikában egyfajta tematika. Soha nem tenném. Na, ennek örülök. Már csak annak kapcsán is, hiszen ez az elmúlt hónap olyan volt, már a február is elég kemény volt, de tényleg kapkodjuk a fejünket, olyan politikai, ha nem is bombák, de azért petárdák durrannak egyik-másik oldalon. Szóval kemény hónap volt ez szerintem a kormánypártnak, Ön hogy látja? Hát én petárdáknak se nevezném, természetesen van egy hangulatváltozás most. Ördögpatron? Akkor igen, ez nagyon találó, ördögpatron, igen. De hát a jobboldali közösség, a Fidesz közössége az egy erős közösség, és nehéz helyzetekben még inkább összezár, ez arra nekünk tökéletesen jó volt. Értem a közösséget, meg ezt ki is fejtették egyébként sokan többféle podcastban, interjúban, stb., hogy ez meg hát ismeretes is, hogy összetart a Fidesz jobboldali közössége, de Ön például hogy érte meg ezeket a politikai történéseket, illetve mennyire hatnak ki ezek a helyi politikára, tehát mit tapasztal, beszélnek el mindenről, ami történik? Most nyilván itt Magyar Péter és Varga Judit által kirobbant botrányokra gondolok, beszélnek erről vidéken, járságban az emberek? Hát részben nagy csalódás volt, sok szempontból. Már így micsoda? Hát egyáltalán egy ilyen eseménynek a kirobbanása, hiszen azért mégiscsak mindennek az volt az alapja, hogy volt a kegyelmi ügy, ami súlyos volt és káros. És ezt egy bulvár opera sztorit elmosta az egészet, és nem erről beszélünk. De önöknek ez a jó, nem? Tehát ez volt sokan ezt mondják, hogy ez a Fidesznek az alapvető narratívája, hogy arról már elég sokat beszéltünk, és az tényleg, ahogy ön is mondja, hát nem tett jót a Fidesz ázsiójának, és most kellett egy másik ügy, ami ezt elfedi. De ugye én, amikor azt mondtam, hogy sajnálatos maga a hangulat, és maga a sajnálatos maga a szemlélet. Mert beszélhetnénk országosan, kormányprogramról, nagy dolgokról, remélem, hogy majd most is fogunk, és egy ilyen alpári bulvár stílus foglalkoztatja az embereket. De beszéltünk már erről régebben, hogy például János Pál pápának a relikviáit, amikor behoztuk Jászapátira az országból elsőként, akkor töredéke érdeklődés volt, mint akkor is született valami kis fekete bárányom, vagy valami, és azt közé tettük, és annak volt értéke, meg hangulata, meg ilyenek. Értem én, de tehát a médiafogyasztás is nehéz megváltoztatni. A bulvár elnyomja a fontos dolgokat, ez látszik, ilyen körülmények között élünk, a Facebook erre még rátetéz, az embereknek látszik, hogy erre van igénye, tehát azért a politikát mégiscsak úgy tartják nyilván, mint egy ringbe a boxmeccset, hogy szurkolnak, és valamelyik majd csak győz alapon. Arra a kérdésére, hogy a országos politika hogy vetül a helyi politikára, én úgy gondolom, hogy ez mindig is úgy volt, hogy a országos politika az országos politikusokról szólt, a helyi politika meg a helyi politikusokról. És ez a kettő egymás nem feli tekintettel arra, hogy azért most önkormányzati választásra készülünk. Most megnézzük, hogy az elmúlt hónapban a számadatok alapján milyen munkát végzett az országgyűlési képviselő, mert jön a számadás rovat. Lássuk, hogy az elmúlt időszakban milyen objektíve méretű munkát végzett az országgyűlési képviselő, a fogadóórákat vagy a lakossági kapcsolatot tekintve. Legutóbbi számadásunk után 4 alkalommal tartott fogadóórát, melyeken 56 főt fogadott. A két műsor közötti időszakban több mint 41 különböző helyszínen tette eleget meghívásoknak, ezeket közösségi posztjai tükrözik, tájékoztatók, megbeszélések, egyeztetések és a szezonnak megfelelő ünnepi programok résztvevője volt. Az előző adástól vizsgált időszakban nem volt felszólalása az országgyűlésben. Sajtótájékoztatót 4 alkalommal tartott, március 11-én Agrárfórumon Jászapáti Nagy István miniszterúrral, március 20-án Energetikai Fórumon Besenyszögön, március 21-én a Fidesz-KDNP jársági jelölt bemutatóján, illetve április 5-én a zöld konzultációról dr. György László kormánybiztossal. Lakossági fórumot 2 alkalommal tartott, a már említett március 11-i Agrárfórumot Jászapátin, illetve március 21-én a Kereszténydemokrata Közéleti Esten Újszászon. A közelmúlt média szerepléseit megvizsgálva 11 alkalommal szerepelt országos vagy helyi sajtóban, mely tartalmaz az újságokban, tévében közölt szerepléseket is. Az elmúlt hetekben közösségi platformjai átlagos aktivitást mutatta képviselőnk a vizsgált időszakban, 64 posztot tett közé közösségi oldalain.
Amiről még mindenképp szerettem volna kérdezni, az a március 15-e, hiszen azon kívül, hogy itt a járságban nyilvánvalóan mindenki ünnepelt a településeken, ugye mi be is számoltunk a Hír 18-ban, azon kívül, ahogy láttam az ön Facebook oldalán, ön is fenn volt a családjával, illetve nem tudom, gondolom a Fidesz szimpatizásokkal, ott volt Orbán Viktor beszédén. Mit tapasztalt? Nyilván láttunk kiradásokat, itt is, ott is, azért Magyar Péter nagy fóruma is, vagy hogy is milyen beszéde is sok embert vonzott. Van-e kormányváltó hangulat, akár a fővárosban, vagy nem tudom, ott, ahol ön járt? Hát mi két busznyi emberrel mentünk, akik jelentkeztek, hogy szeretnének velünk eljönni a március 15-i rendezvényre. Szerintem nagyon jó volt. Jó volt látni, hogy a miniszterelnök abban a régi spiritus hangulatban volt, mint régen, ami úgy lelket, tüzet öntött belénk, ez mindenkinek fontos volt és jól esett. A március 15-i rendezvényel együtt és azon túl egyértelmű, hogy nincs kormányváltó hangulat Magyarországon. Az a hangulat, ami van, az ellenzékváltó. Hiszen látszik, hogy most az ellenzék keres valami új messiást. Uh-huh. Jó, hát gyakorlatilag most jön az a rész, amikor ugyan messiást nem keresünk, de válaszokat mindenképpen arra a 10 kérdésre, amit összeszedtem. Hát ezek a nem kellemes kérdések, hogy így mondjam, jön a gyors kérdések, gyors válaszokról. Az ellenzék szerint nagyon igazak a márciusi ifjak követelései a mai napig, sajtószabadság, felelős minisztérium, a hűbéri rendszer megszüntetése, közös teherviselés. Mit szól ez? A márciusi ifjaknak mindig is igazuk volt. Mi ebben a szellemben dolgozunk. Nézzék meg nálunk a sajtószabadságot, sokkal több ellenzéki portál van, mint kormánypárti. Nézzék meg Lengyelországban most a baloldali sajtószabadságot. A felelősségre vonás meg magáért beszél, hát ha valaki nálunk hibázik, az megkapja a méltó büntetést. Ezt nagyon jó, hogy mondtam, mert a következő kérdésem pont erről szól, hogy a ön szerint mennyire korrupt a magyar politikai közélet, pláne a kormány. Nézze, minden időkben az egész világon, ahol favonott forgács is van, annyi különbség, hogy nálunk, aki hibázik, vagy korrupciót követel, az vagy a börtönbüntetését tölti, vagy a börtönbüntetését várja. Ezt szeretné megállítani Magyar Péter, akinek ugye a párt alapításáról hallunk mostanában. Ön mit gondol, hiszen egyébként a műsorban már az előbb említette, hogy látszik, hogy a másik oldalon egyfajta messiás várás van, sokan reménykednek benne. Hát egyrészt Magyar Péter azt mondta, hogy nem alapít pártot, másnap azt mondta, hogy alapít pártot, ennyit a hitelességéről, de hazudott, mert sokkal nagyobbat is. Én úgy gondolom, hogy az ellenzéknek el nem ítélhető módon van egy igénye, hogy álljon már ki valami szlendapos a színpadra. Ha csak egy ilyen aberrált figurát tudnak találni, akkor az rájuk nézve szégyen. Aberrált? Az. Ön szerint reális, hogy Magyar Péter 20%-os támogatottsággal bír jelenleg a választókörében? Egyáltalán nem, 13% körül van, és nem Magyar Péterről szól, hanem az összellenzékről. Mert önök más az 13%. Tehát az, hogy ő mit mond, az teljesen mindegy. Hát a hazudik 20-at hazudhatna 40-et is. De teljesen mindegy, van egy ellenzék Magyarországon. Az az ellenzék mindig betömörül valaki mögé. Ha Gyurcsány, Márki-Zay vagy Jakab Péter, vagy valaki másod, teljesen mindegy. Oda tömörülnek, akibe éppen látják a reménysugárt. Hát ez a reménysugár bemutatott egy hangfelvételt ugye az ügyészségen. Mit gondol erről, mennyire veti fel a korrupció gyanúját? Egyáltalán nem, tehát maga a hangfelvevő, azt mondanom sem kell, egy hányadik. A hangfelvételnek a tartalma az akkor is káros, hogyha bármilyen ilyen megszorító körülmények között, meg illuminált állapotban, meg mit tudom, milyen körülmények hangoztak még el, hogy mikor, miért hangzott ez el, hiszen ugye mondták, hogy valami buliból mentek haza, amikor ott elkezdte késsel hadonászva provokálni a feleséget. Jó, de az elhangzottaknak van egyfajta közügyre ható hatása. Na most ez azért, ez a fontos ön szerint, hogy azért ez egy nagy probléma, vagy pedig az a probléma, hogy a családon belül valaki egy buliból hazajöve mond azt, amit mond. Szerkesztő úr, a kettő nem választható el. Hát ha valaki otthon a családjával, a feleségével, a gyerekeivel egy aberált szörny, akkor az ugyanaz a közéletben is, vagy ott még inkább. Hiszen Magyar Péternek az egész élete, lénye, munkája, provokálása, zsarolása az önös érdekről szól. Na, hát kíváncsi leszek, hogy ez hová alakul. Megyünk tovább. 650 ezer forint az átlag kereset. Ön szerint ezt hogy számolták ki? Hát úgy, ahogy ön mondta. Átlag.
Gyurcsányéknál ez az átlag kereset, ez 175 ezer forint volt. Az átlag az azt jelenti, hogy van, aki minimálbér keres, és vannak, nem is kevesen, akik 1 millió forint fölött keresnek. Hát tök jó lenne átlagosnak lenni. Hát ezt nevelem, beszélje meg. Na jó, tehát pont annak relációjában, ami most következik, hogy már 10-szer többet fizetek például a vízdíjért, mert hát a kormány gyakorlatilag megemelte a vízdíjat. Víznagyhatalom vagyunk, ezt folyamatosan hangoztatják, ehhez képest mégis most mi fizetjük meg majd az elavult rendszerek felújítását. Hát én nekem úgy látszik, hogy ahogyan sikerült lebontani most a családpolitika nimbuszát, hogy most lassan a rezsicsökkentés nimbuszát is sikerül. Sok mindent mondott, egyébként az ivóvíz hálózatnak az elavult rendszerét azt a kormány fizeti meg, itt a járságban is több 10 milliárd forintos fejlesztésből újul meg folyamatosan a vízhálózat. Az, hogy víz nagy hatalom vagyunk, attól még a energiaválságból adódó magas energiaárakkal kell feldolgozni, a szivattyúknak például a vizet és a magas bérekkel kell az embereket kifizetni, és nagyon fontosnak tartom, 2010 után elvettük a külföldi tulajdonban lévő víz hulladék szennyvízszálló hálózatok szolgáltatóitól a lehetőséget, ők egy évben háromszor emeltek. Ha most ott tartanánk, akkor nem azt mondaná, hogy 10-szer annyit emelkedett, hanem a 2010-eshez képest 100-szor annyit emelkedett. A csővégén viszont én bizony a számlán az elmúlt x év, 10 évhez képest most 10-szer többet fizetek. Én csak ezt látom. Igen, 13 évig a rezsicsökkentés megbírta, hogy ne kelljen minden évben 10-szer többet fizetni. Szeptembertől ingyenes lesz a jogsi, ez ma a kampány része? Nem a kampány része, a kampány az most van. Hát szeptemberben már nem lesz kampány, akkor már most is az lenne. Ja, ez egy most kell előrni. Ez egy szemléletnek a kérdése. Akár van kampány, akár nincs kampány, folyamatosan emeltük a nyugdíjat, folyamatosan emeltük a béreket, a gazdasági fejlődést és a fejlesztés, ez egy szemlélet része, ami most azt erősíti, hogy törődünk a fiatalokkal, hogy a családtámogatási rendszer is folyamatosan fejlődött, ahogy a gazdaság elérni. Ha már kampányról beszél, akkor Budai Lóránc szerint ők úgy fogják megnyerni Jászberényt, hogy nem kell hozzá látványfőzés vagy egyéb más történet. Ez olyan, mint hogyha magának, illetve a fideszeseknek üzente volna. Biztos, hogy valami félreértés van, vagy önnél, vagy önálló. Hiszen Budai Lóránnak én nem vagyok a riválisa, meg ő se nekem. Még csak nem is a tanácsadom, hogy megmondja azt, hogy én a saját zsebemből, mikor kitültetek a saját asztalomhoz. Na jó, hát ez rendben van, oké. Hát akkor, ha ezekkel a kérdésekkel jól laktunk, akkor jön a következő menü, ez pedig a kormányrovat. Mutassuk meg, hogy mi, konzervatívok, polgári demokraták, szociáldemokraták, liberálisok, elsősorban magyarok vagyunk. Kedves barátaim, mondjuk ki, hogy semmi sem mehet úgy tovább, mint az utóbbi 30 évben. Morális, politikai és gazdasági válság van Magyarországon. A magyar emberek többségének megingott a bizalma az országot 30 éve irányító teljes politikai elitben. Na, akkor egy picit kibontjuk ezt a Magyar Péter jelenséget. Mit gondol Magyar Péterről a felbukkanásától egészen a mostanáig? Ugye gyakorlatilag ezt a műsort szombaton vesszük föl kicsit korábban, mint szoktuk, és hát a mai nap abból a tekintetből fontos, mert Magyar Péter egy újabb demonstrációt szervezett, ahová ismét nagy tömeg jelentkezett. De én nem beszélnék Magyar Péter jelenségről. Magyar Péter az egy aberrált betegség, az nem egy jelenség. Az, hogy ő beállt a baloldal mögé, illetve nem is állt be, hiszen most éppen azt is bejelentette, hogy ő mindig is baloldali volt, vagy mindig is liberális volt. Az, hogy a baloldal beállt egy olyan személy mögé, aki Magyarországra nézve csak egy szégyen, az rájuk néz a szegénységi bizonyítvány. Azért emlékezzünk rá, a Medgyessy Péter, amikor kiderült róla, hogy 3x3-as volt, és elárulta a magyarokat, akkor kivetette a saját pártja. Ez az ember nem a magyarokat árult el, meg nem a pártársait, a feleségét, a három gyerekét, meg a barátjait. És kifejezetten csak és kizárólag önös politikai érdekből tette mindezt. Valaki a családjával azt teszi, amit ő tesz, nem is találok szavakat. Én azt tudnám mondani, mondtam is bocsánat otthon, amikor megnéztem ezt a műsort, hogyha én magyar Varga Judit édesapja lennék, akkor már biztos előzetesben lennék.
vitán felül áll az, hogy Varga Judit mit élhetett át a kapcsolatában, de az, hogy ezzel előjött és most jött elő, és abban a formában, ahogy, azért az mégiscsak furcsa. Hát nézd, nincs attól abszurdabb, hogy Magyar Péter mindenhol kiáll, és azt mondja, hogy a családja védelmében teszi, amit tesz. Út és a családját úgy akarja megvédeni, hogy a saját feleségét, a gyerekének az anyját lehallgatja. Hát erre csak reagálni kell valamit. Arra mit reagál, hogy azért ettől függetlenül is nagy tömeg támogatja Magyar Pétert? Nézze, ezen a bizonyos tüntetésen még nem tudom, majd amikor adásban vagyok, akkor tudni fogjuk. Biztos vagyok benne, hogy sokan lesznek. Jánságból is sokan lesznek, akik el fognak menni. Nem Magyar Péter miatt. Az ellenzék az nem utálja annyira egymást, nem fordul fel egymástól annyira a gyomra, mint tőlünk. Ő nekik teljesen mindegy, hogy Gyurcsány, Gyurcsányné, Márki-Zay Péter, Jakab Péter, vagy most Magyar Péter a stand-upos a színpadon. Jön a jásság rovat. Szeretném előre bocsátani, hogy a mai sajtótájékoztató az nem egy párt vagy egy Fidesz sajtótájékoztató, hanem országgyűlési képviselőként szeretnénk bemutatni azokat a polgármestereket és azokat a képviselőjelölteket, akikkel együtt tudunk, együtt szeretnénk dolgozni a jövőben a települések, a jászság fejlesztése érdekében. A jelenség rovatban egy fontos témánk lesz, egy ilyen, hát igazából egész rovatot átölelő téma, ez ugye az a közös nagy sajtótájékoztató, ahol a Fidesz-KDNP kormánypárton bemutatták a képviselő, illetve a polgármester jelöltjeiket, ugye Ján Szapátin. Kik a jászsági települések polgármester jelöltjei? Ezen, ha lehet kérni, akkor szaladjunk végig, illetve miért ők, és miért jó most kormánypárti jelöltnek lenni, avagy sem? Erről egy-két mondatot azért beszéljünk azelőtt, mielőtt rátérünk a konkrét személyekre, hogy ez most hátrány, előny, mert azért minden időszakban és minden választásnál ez más prioritást kap, hogy jó-e a támogatottsága a kormánynak, avagy sem, cikje fideszes jelöltnek lenni, avagy sem. Szóval most éppen hogy állunk ön szerint? Hát nézd, azt mindenféleképpen szeretném leszögezni, ugye a rendezvényt is azzal az egy mondattal nyitom, hogy nem pártrendezvényen vagyunk. Mert most nem az a lényeg, hogy a Fideszt erősítsük, hanem az, hogy a településeket erősítsük. A településeknek jó vezetők kellene. Azt, hogy a Fidesz, minden jelöltünk, mert ugye ebből mindig van félreértés, hogy most akkor független, mert minden jelöltünk Fidesz által támogatott. 2010 óta, aki Fidesz tag, az Fidesz jelölt. Aki nem Fidesz tag, az független, Fidesz által támogatott jelölt. Azt, hogy jó-e vagy nem, hát meg kell nézni az elmúlt években, milyen fejlesztések érkeztek a jászságba. Egy régióba se érkezett ennyi, én már csak tudom, mert a saját pártársaimban belül komoly belső harcaim vannak. A kormánypárt által támogatott polgármesternek a személye. Hát azért vannak itt előttünk is olyan polgármesterek, akiket nem a település fejlődése és fejlesztése érdekel, nem az érdekel, hogy az éppen előttem lévő kormányról hogy tudok lehúzni minél több bőrt, hanem az érdekel, hogy az országos politikát megosztási szándékkal hogy tudom behozni a településre. Ez nem jó. Én egyébként még mielőtt nem Fidesz kormány volt, akkor is azt mondtam a fideszes polgármestereknek, hogy a polgármesternek az a dolga, hogy a mindenkori kormány támogatásával a lehető legnagyobb támogatást húzza le a települése érdekében. Most is ez a cél. Beszélünk még erről majd a lista végén, hogy mitől jó egy jó polgármester, de egyébként akkor szaladjunk gyorsan végig, egy-egy mondatban beszéljünk arról. Alatján településen egy új független támogatott jelölt lesz Dudás László személyében. A nyáron megkeresett a hivatal dolgozói, azt mondták, hogy azonnal fel akarnak állni, hogyha ez marad, ami van. Én akkor azt mondtam nekik, hogy várjuk már meg a választást. Hogyha van itt, ugye Alattyán mindig bizonyított, hogy ott minden ciklusban váltás van, váltó hangulat van, akkor most van itt az ideje. Uh-huh. Dudás László személye a közigazgatásban dolgozott, nagy tapasztalatra tett szert, Simicskó István frakció vezetőnek komoly kötődése van a személyéhez és Alattyányhoz, két oldalról fogjuk segíteni. János Idán Mészárosné Vasmárta száll ringbe a polgármesterségért, ugye már nem először,
Ott mi a helyzet? Ott van-e váltó hangulat? Mert ugye a hidai polgármester egy kimondottan ellenzéki politikát képvisel. Mondjuk azt, hogy egy kimondottan megosztó személy, aki mindenféleképpen az országos politika rivalda fényében szeretne fürödni, és ebbe beleviszi János Hidának a lakosságát, megoszta a települést, és én úgy gondolom, hogy ki kéne már próbálni egyszer János Hidán, hogy mi van, ha nem a megosztás, hanem az összefogás vezérel. Jászágon Mozsár Lászlóné szeretné folytatni több mint 2 évtizedes munkásságát. Nagyon helyesen teszi, bizonyított, pártpolitikai vallási felekezettől, hova tartozástól függetlenül minden egyes embernek olyan, mint az édesanyja meg a nagyanyja lenne. Van 2 olyan település, ahol a korábban Fidesz támogatott polgármester jelölt leköszön. Az egyik ugye Jászalsó-Szentgyörgy, ott Szarvák Imre köszönt el a polgármesterségtől. Szarvák Imre nagyon komoly polgármestere volt a településnek, ő hozta meg ezt a döntést, azt mondta, hogy most van abban az életkorban, amikor még válthat, csak köszönettel tartozom az ő együttműködésének. Több jelölt is volt, és aki megkeresett engem személy szerint, én azt javasoltam, akiben azt a lehetőséget láttam, hogy tovább megy a Szarvák Imre által megkezdett úton. Dr. Tóth Gáborról beszélünk, aki egy független jelölt. Jászapáti a másik ilyen település, csak úgy így egymást kövessék, ugye? Farkas Ferenc polgármester úr is most, mint képviselő jelölt indul, helyette pedig az ön fia. Farkas Ferenc kiváló barátom, ezúton is szeretném neki megköszönni, nagyon sokat tett Jászapátiért, és nagyon jó kapcsolatban tudtunk együtt dolgozni. Azt itt szeretném elmondani, mert ez mégiscsak egy fura helyzet. Én egyetlen egy szóval nem kértem a fiam se 2014-ben, hogy induljon, se most. Azt mondtam, hogy ha azért indítanak valakit, hogy az apjának meg akar felelni, akkor nem szabad. Ami az én hátrányom, mert az mindenkinek van, az az ő erénye. Köztudottan Jászapát én is, én egy megosztó személyként vagyok nyilvántartva, ő pedig egy mindenkihez kedves, segítőkész, jó szándékú ember. Jászapátért biztos vagyok benne, hogy együtt a lehető legtöbbet fogjuk tudni tenni. Ifjabb Pócs Jánosról beszéltünk, most Jászárokszállás következik, ott ugye 2022-ben volt időközi választás, ahol Antal Péterné Szerző Ildikó független jelöltként, Fidesz támogatottként hát szerezte meg ugye a polgármesteri címet, és most ugye igyekszik ezt a városépítő munkát folytatni, illetve újra indul. Hát hihetetlen ambícióval bizonyított az elmúlt 2 év alatt többet tett Jászárokszállásért, mint előző 10-20 évben bárki, és itt nem csak a fejlesztésekre gondolok, az a törődés, ahogy ő törődik az emberekkel, ahogy odafigyel mindenkire, az messze menőkig megcsúfolja az én ambíciómat. Jelzben egy nagy meccs lesz, Hajdanagy Gábort választották ugye polgármester jelöltnek, illetve hát láthatok egy másik jelzbeni sajtótájékoztatón a 10 jelöltet is, ahol bemutatták. Gábor azt mondta az interjúban, amikor beszélgettünk, hogy egyébként pont ezért szép feladat, mert ez egy nehéz meccs. Hát ez egy nagyon szép gesztus volt tőle, hogy felvállalta ezt a nagy kihívást. Természetesen Jászberényben is volt több személyi javaslat. Hajnal Nagy Gábor az tudással és tapasztalattal rendelkezik. Azért mégiscsak látni kell, hogy a mai városvezetésben egyetlen egy ember van, aki tudással és tapasztalattal rendelkezik, a Balogh Béla. Az összes többi nem. A polgármester úr a sajnos minden egyes megnyilvánulását, minden egyes köszöntőbeszédét a megosztásra érezi. Aki Hajnal Nagy Gábort ismeri, ő pedig az összefogásra és az egységre törekszők. Van benne tudás, jó indulat, jó akarat. Szeretnénk, hogyha végre Jászberény egységes lenne, és méltó Jászság főváros a címhez. Szintén időközi polgármesteri választáson szerezte meg a település vezetését Jászboldogháza tekintetében Kocsányi dr. Fehérvári Mária, aki most is indul. Gyakorlatilag azt is mondhatom, az ön szárnyai alatt vált polgármesterré. Hát igen, én viccesen azt szoktam mondani a Marcsinak, hogy nagyon remélem, hogy újra lesz neki jelöltje, mert akinek nincs ellenjelöltje és úgy nyer 87%-kor, az szép, de akinek ellenjelöltje van és úgy nyer 87%-kor, az magáé beszél. Jász Dózsán egy teljes ciklust tudott magáénak Baranyi Sándor, aki ugye egy hosszabb korábbi polgármesteri ciklus után váltotta a városvezetést, most ismét indul csapatával. Hát egy nagyon határozott egyéniség, aki foggal, körömmel, meg citrom facsalóval, meg mindennel kicsavarja belőlünk a
támogatási lehetőségeket. Jó, teszi, hát így van, Jászlósa érdekében épp ezért szeretnénk támogatni, hogy folytassa a megkezdett utat. Nagy teljesítményeket ért el az elmúlt pár évben. Szintén több jó pár ciklus óta igazgatja a Jász Felsőszentgyörgye Zelenai Tibor Károlyné, aki Jász Felsőszentgyörgyön hát tovább kapatoztatná polgármesteri tapasztalatát. Hát Marika azok közé tartozik, akire csak úgy rá kell nézni. Olyan jó édesanya, jó polgármester, és mosolyogva, halk szóval, nem követelve, nem megosztással a lakosság arányosan a legtöbb település fejlesztést ért el. Azt gondolom, hogy az országban is ritkaság, hogy 34 éves polgármesteri múlttal rendelkezik valakit, Győréné dr. Ceglédi Mártára gondolok, aki újra indul, és hát támogatják ebben a Fidesz jelöltek is. Hát Mártikának a dinamikája, a településért való tenni akarás, az emberekkel való törődése, az egy olyan megcáfolhatatlan tény, hogy ő addig lesz polgármester, amíg ő akar. Valószínűleg, hát ezt is mondta, hogy a Jász Fényszerű csak egy párton a Jász Fényszerű párt. Jászíványon, a Jászság legkisebb településén Tari András támogatja a kormánypárt, az ön mely? Nem azért a vejem, mert ő a polgármester, hanem... Fordítva, igen, ott mondani. Igen. Igen, azért a vejem, mert egy rendes ember, és azért a polgármester, mert egy kiváló rendes ember, aki tényleg nagyon minden emberre úgy néz, mint ott az édesapja, meg az édesanyja lenne, hogy egy kis település ennek lennie kell, és azért mégiscsak egy turisztikai paradicsomot varázsolt ott az elmúlt években. Már több olyan polgármestert említettünk, akiknek véletlenül nem is biztos, hogy lesz kihívója, de talán ez lehet majd Jász Jákóhalmán is, Terjéki Tünde az, akit támogatnak önök az indulásban, illetve a polgármesteri munkája folytatásában. Mindig kiemelem, hogy a polgármesternek a legnagyobb erényének az kell lenni, hogy mindig tud alázatos maradni, mindig tud szerény maradni, és mindig törődik mindenkivel. Ugye egy óvónőnek ez mégiscsak ilyen foglalkozási átadom jó értelemben, hogy a kisgyerekeknek a szívével és a lelkével kell törődni. Pont ezt tesz polgármesterként, tökéletes. Lukács György volt az ön politikai munkatársa, majd utána hát komoly csatározások árán szerezte meg Jász Kisér város vezetését. Most egy fiatalos képviselőtestületi csapattal állt ki, vagy legalábbis jelölt csapattal állt ki, és ez is a célja a nyilvánvaló feladatain túl, amit azért egy korábbi interjúban elmondott, hogy azért van a településen még mit tenni, akár a kábítószerrel, vagy más egyéb dolgokra, infrastruktúrára. Hát minden fejlődésben és minden fejlesztésben, vagy akár a problémák megoldásában Lukácsi Gyuri élen jár. Ugye ő mégiscsak ismeri a hozzám vezető utat, meg a kormányhoz vezető utat, mert mellettem szocializálódott. Ő az a fajta ember, aki kiváló rendes ember. Uh-huh. Ez ugye a politikában néha kevés, de őt ha ütik, akkor sem tud más lenni. Tehát a politikában azért néha az asztalra kell csapni, meg rendet kell vágni. Ő neki a legnagyobb erénye, ami politikában lehet egyébként hiba is, hogy kiváló rendes ember. Jászladányon is megesett, hogy kihívó nélkül maradt Bertalanné Drávuc Katalin, aki szintén ott egy elég komoly 8 fős képviselőjelölti csapattal állt ki, egyértelműen kormánypárti színekben. Kormánypárti támogatással indult természetesen, ő és a képviselőcsapata is, de megvallom őszintén, hogy addig, amíg én tudom, hogy a Fidesznek van, mint kormány háttérnek egy nagyon komoly ereje, Jászladányon azoknak a jelölteknek is, maga a polgármester személyének van egy olyan komoly ereje, ami biztos, hogy győzelemre viszi önmagukat is a települést. Jászszent Andráson Kollár Bálint egy ilyen fiatalos lendületet hozott, ezt ugye ez ki is emelte, hogy hát erre talán szüksége is volt a településnek, és most a mellette álló fiatal emberek is hasonló képviselőjelölteknek tűnik. Igen, és ugyanazzal az ambícióval rendelkeznek, nyitottak az újra, teli vannak ambícióval, tenni akarással, és valami kivételes képességük van ahhoz, hogy a fiatalokat megmozgassák Jászszent Andráson, és nekünk mégiscsak az a legnagyobb kihívás, hogy mit hagyunk magunk után a következő generációra. Nagyon fiatal polgármesterként került a székbe Tóth Nóra Jásztelek tekintetében, aki azért mára már ilyen 10 éves tapasztalatot gyűjtött össze, őt ajánlották. Igen, hát Tóth Nóra bizonyított az elmúlt 13 év alatt, azért nagyon komoly fejlődések voltak Jásztelken, és azért az az emberi adottsága, hogy sajnos az elmúlt ciklusban a Covid miatt mindenkit elveszített, aki fontos számára, és akkor is meg tudott maradni a talpán a település élén, az nagyon nagy dolog.
kiállta a próbát. Pusztamonostor településen Kardos Veronika kezében volt a gyeplő az elmúlt ciklusban, függetlenként azért megkapta most is a kormánypárt támogatását. Azt kapta meg a kormánypárt támogatását, aki kérte, aki kérte természetesen. Kérte. Azt hittem, aki arra érdemes. Hát a kettő együtt kell. Azt szoktam mondani, hogy Pusztamonostoron, hogy nem most van jó választás, hanem 5 évvel ezelőtt volt egy nagyon jó választás az ő személye. Természetesen, hogy támogatjuk. Nagy Richárd vezette Tiszasűit az elmúlt időszakban, és hát szeretné is hasonló nagy ambícióval folytatni ott a Tisza körüli turisztikai fejlesztéseket ezen a kis településen, független jelöltként indul. Nagy Richárdot mindig úgy szoktam a többiek előtt példaként emlegetni, hogy nézzenek rá, és a közéletben a szerénység és az alázat tud mindig a piedesztára emelni, és ennek a hiánya tudnak bárkit letaszítani. A Nagy Richárdnak a személyisége olyan, hogy szerény, alázatos, mindenki a segítőkész. És természetesen nagyon komoly álmai vannak Tiszasújon, aminek egy részét már megvalósította, egy része még előttünk áll. Az előbb említette a polgármesteri példákat, abban egészen biztos vagyok, hiszen magam is hallottam el jó párszor, hogy Újszász polgármesteri Dobozi Róbertet sokszor szokta emlegetni jó példaként, most is őt támogatják, illetve jelöltjeit. Úgy kezdődött ez a történet, hogy a járságban mindig kértem a többi polgármestert, hogy a jó példát, a jó ötleteket, azt sajátítsák el Dobozi Róbert polgármestertől. Ma már ezt nem csak a járságban, hanem országosan is kérem. Június 9-e előtt nyilván nem derül fény, hogy kik lesznek a polgármesteri jelöltek, az viszont biztos egy kiválasztási procedúra, hogy mitől jó ön szerint egy jó polgármester. Most térek vissza ahhoz, amiről az előbb beszéltünk, vagy legalábbis a lista elején, hogy ön szerint mitől jó egy jó polgármester. Most mitől jó egy jó polgármester? Együttműködés a lakossággal, nem utolsó sorban, ahol mégiscsak várja a fejlesztést és a támogatást a kormánnyal és az országgyűlési képviselővel, alázat és az emberek iránti érzékeny törődés. Ön szerint nem szükséges egységes kampányszemlélet, mert minden településen más-más, ahogyan ez a történet zajlik. Hol számít nagy csatára, és hol egyszerű, kedves, normális, az értékekre hangsúlyt helyező kampányra? Hát, hogy ne öntsek sehol így név szerint olajat a tűzre, így azt mondom, hogy 3 olyan település van, ahol nagy csatára számítok, az összes többinél pedig biztos vagyok benne, hogy minden rendben lesz. Ez a hangvételt is meghatározza? Igen. Ön szerint durva kampány lesz? Nézze a... Illetve ha igen, ki részéről? Egyetlen az ellenzék részéről. Tehát önök nem fognak belemenni az acsarkodásba? Biztos, hogy nem fogunk belemenni, mert nekünk van hátterünk. Nekünk vannak eredményeink, vannak céljaink, és van egy hitelességünk. Tehát aki ezzel a hitelességünket megkérdőjelezi, sokkal többet tettünk mindenhol, mint amit ígértünk. Ez magáért beszél. Az ellenzék nem tudja elmondani a hitelességet, nem tudja elmondani, hogy ő jobban csinálna, nem tudja elmondani, hogy az ő jelöltjeik mögött ott van a kormánypárt, a mindenkori kormánypárt, akivel együtt kellene dolgozni. Így nem marad nekik más erény, csak azt, hogy hazudni, megalázni, meg belevinni a kampányt egy olyan aljas kampányba, amire azért mégiscsak Lampert Mónika tanította annak idén, amikor belügyminiszter volt a saját táborát, hogy a választásban kampányt kell nyerni, majd utána ráérünk bíróságra járni. Ez most fokozottan igaz, hiszen Brüsszel meg Amerika mindent megtesz annak érdekében, anyagilag meg erkölcsileg, hogy jó, hát azért ezt a Fidesz is kipróbálta már ezt a kampánystratégiát, azért maradjunk annyiban, de viszont erre van egy nagyon fontos kérdés, amit az előbb elmondott, hiszen korábban ön többször is kifejtette azt, hogy ma már a választók nem az eredményekre szavaznak. És most ez valamelyest, nem azt mondom, hogy szöges, de ellentétben áll mindazzal, amit mond, hogy 13 év eredményét józansággal fogják értékelni a választók. Nekem ez most nem jön össze valahogy. Nézzem, ugye az eredmény az azért fontos, hogy kiáll valaki, mond valamit, és annak van hitelessége, vagy nincs hitelessége. Az, amit már megcsináltunk, az mégiscsak eredmény és hitelesség. És hogyha azt kérdezné tőlem, hogy a kampányban, vagy a sikeres kampányban ez milyen súllyal bír, akkor azt mondanám, hogy ez egy 40%. Nem több, mint 50, 40%. Épp ezért kérem mindenkitől, hogy a kampányt azt végig kell járni, végig kell taposni, rendületlenül végig kell rajta menni, és abban senki nem reménykedhet, hogy azért, mert csodákat műveltünk a településen, vagy nagyobb csodát, mint amit ígértünk, mint amire számítottunk, akkor hátra kell dőlni a székbe, és minden oké. Nem. A munka az mindig munka.
a Dinnyeföldön is munka, meg a kampányban is. Csak akkor fekhetünk le nyugodtan, hogyha a munka el van végezve. No, a műsor végén már csak maradt önben valami, bármilyen hír, közlés, akármi, mielőtt elköszönünk. Hát nézd, a legfontosabb feladatunk számunkra a választásnak a megnyerése, és én úgy gondolom, hogy ez a választási eredmény bennem nagy mértékben meg fogja határozni, hogy az ötödik ciklust felvállalom, vagy nem. Na, hát ez egy jó cliffhanger a mai műsorunk végére, köszönöm szépen a beszélgetést, nézőinek pedig köszönjük szépen a figyelmet, ez volt a képviselő info. Na, hát ez egy megint jó kérdés lesz, hogy az ötödik ciklusban majd kivel fogok, vagy fogok-e bárkivel beszélgetni. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, híreinket, információinkat, illetve ezt az adásunkat megtalálják a Jászsági Térségi Televízió internetes platformjain. Kövessenek bennünket Facebook oldalunkon, YouTube csatornánkon, klikkeljék be a kis harangot is, mert ott akkor értesítéseket kapnak videófeltöltéseinkről, illetve kövessék a jttv.hu híreit is. Mindenkinek jó pihenést, minden jót, viszontlátásra!